Dobolással köszöntötték a vendégeket ennek a mohácsi otthonnak a lakói. A szociális munka ünnepét tartották itt pénteken. A szociális munkanapján országszerte mondunk köszönetet annak a közel 100 000 honfitársunknak, aki az év minden napján a szociális ellátás területén végez társadalmilag igen hasznos hiánypótló munkát, sőt szolgálatot, missziót, hiszen ez a helyes elnevezése ennek a helytállásnak. Baranya megyében is több ezren vannak, akik a szociális ellátás legkülönbözőbb területein állnak helyt. Ezen a napon nekik mondunk köszönetet. A baranyai ünnepségen díjat adott át a megyei önkormányzat elnöke. Az idei évben egy különleges eseményre is sor kerül, hiszen Baranya megyei önkormányzat elnökeként kitüntető díjban részesítem több mint 3 évtizedes munkájának, szociális munkának elismeréseként Kalutász Györgyné Katalint, az otthont több mint 3 évtizeden át vezető intézményvezetőt. A kitüntetett nyugdíjba vonul a dolgos évtizedek után. A Mohács Kölked református társegyházközség ápol gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményt működtet, azon értelmileg és halmozottan akadályozott személyeknek, illetve pszichiátriai betegeknek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folytonos segítséggel képesek.